télen még atyába is elment a piai. Öreg anya meg eltangalta mindig, ha be volt rúgva. Úgyhogy jó ember volt, na maradjon be. Azt itt a kalga mentén voltunk vele nekünk. Hogy így lenéztünk a rétre, halljátok, az öreg meglátott egy nagy fekete marhát. Hangott a csanki arra fölül, mert kicsi ember volt. De a farkát meggörbíténi. Azt ott azon a lyukocskán ott benyújt, azt onnan húzta ezt a mesét elő, amit elmondott nektek. Az meg úgy volt, hogy volt egyszer itt a hegyek alatt, itt a Matránál, nem messze, püspökén. Püspökén. Volt egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Éltek, mind a többiek. Éltek, ittak, gyakoroltak. Ütték, vágták a répát. Eredmény nem volt. Pedig igencsak minden este elhúzták a vonót. Az asszony olyan búna keresztette a fejét, ma az is eszébe járt, hogy talán a szomszédot meg kéne látogatni. Egyszer, mit ad a jóisten a nagy sok imádkozásra? Besikeredett neki. Azt mondja egyiknek, apjuk te, hallod-e? Úgy érzem, hogy megterhesette. Hú, meg volt az öröm. Meg is egyeztek, hogy vigyázz rá az ember. Ne sokat dolgozzon, hát akkor tudjátok, nem kellett sokat dolgozni. Csak reggel 5-től este 10-ig. De úgy szépen éldegéltek, meg úgy, meg mindent. Kiszámolta az azt, hogy gyerek az majd a nyáron fog megszületni. Akkor van az aratás. Megegyeztek az emberrel, a lebetegedik, szól neki üzenő, meg megy a bábai, egyből azt mennek, ne? A gyereket kihúzni. Úgy volt, halljátok. Lebetegedett, szólt neki, gyütt a bába. Embernek kiadta parancsot, vizet melegés, fejét örülködőt, lepedőt, mindent. Elkezdődött a szülés. Ember kicsitték, nem volt ilyen modern dolgok, mint most, ne, hogy papa a szülés. Ott csak mama a szülés, meg bába a szülés volt. Jó volt, mert nem kellett annyi sullongot adni, mint mostanában, mert van 500 ezeret is leveszik az ember gatyájáról. No, megszületett a gyerek, egy bajmok burokba született. A burkot fénykított a balbasszon. Jaj, te Mari nagy bajma! Szegény asszony amúgy is elég baja volt neki, mi Mariska néni van, mi az Istené? Ha mi van, baj, mi baj van vele? Éla, nem is akar, hogy úgy kapani, de nem ott, ne hiányzik neki valami. Hiányzik, bizony azt mondja, nézni csak a lába közé. Azt mondja, oda néz. Édes jó Istenem, azt mondja. Hogy lehet ez? Ilyen még én nem láttam sehol. Nem hiányzott, halljátok-e? Nem több volt, nem is egy. Se nem kettő, három! Az egyik van, mint a kisújjam, a másik, mint a mutatóujjam, a harmadik, meg minden a nagyújjam, én tudom, ilyesmi. Szegény asszommal gondolkodott akkor, hogy jajjával a gyerekkel baj lesz. Ha nőtt, evett, ivott, az is nőtt. Mert amikor elérte a 14 éves kort, hallgatok-e ma, na, rendesecskék voltak a lába közt. Na, ma a lányokat is lesikette. Tetszettek nekik ezek a jó faros megyecskék, amelyiknek van fara volt, mint a szobszéd Marcinak a kancájának. Ijaj, azt nagyon szerette. De bizony besorozta a katonának szegény. Tehát 15 éves korában menni kellett katonának. Ott is úgy, hol vagy Zsoltikoma? Ja, ott teszel. Ott is, mikor a vizitáció megvolt, megláttak a Zsoltinak a lába közt. Mindjárt kis felényedték az ezredes úr felesége belé, kocsisnak. Hogy az mi volt kocsikálvás többen? Én azt meg nem mondom. De leszerelt a gyerek hazegyütt. Otthon összejött egy fehér anyjal a csulával. Így annak az volt fara meg eleje is. Már úgy begyezgették egymást, úgy hegyezgették, úgy tudod, hogy tapogatták, hogy no, még van neki minden elő, úgy. Már majdnem a lényeket értek, azt a csula benyújtan a drágba. Mégis lepődött hirtelen. Te jó Isten, azt mondja, te Zsolt.
Hát mi az Isten van itt neked? Hát mi volna? Nem láttam még olyan. Hát de itt három. No, azt akkor mi van? Meg ijjedsz. Hát fel ne egye meg a pofád, azt mondja. Te vel engem szét akarsz szakítani? Na mentél te innen. Ez volt a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy tudjátok, régen nem volt néprádió, csak a templom, meg az öregvárgyak. Olyan gyors a hírem, hogy a Zsoltra vigyázzatok, mert annak három van, azt akkor abból nektek jaj. Nem is álltak szóba bele. Szegény ember apja olyan nehezen jött ez a gyerek. El voltak szantyolodva. Ami lesz velük? Azt, ha kihal a família. Ez a gyerek egy lajlába se tud majd elszaporodni. De bizony nem tudott. Majd egyik nap, ha hiszitek, hanem a szomszédból kiköltöztek. Beköltözött egy másik család. Annak meg volt egy fai anykájuk, olyan igazi csöcsös farosné. Két öreg összenézett, én mama azt mondja, ja jó, ne ezek összegyűnnének. Hát ugye, de dolgoztak a kertben a fiatalok, ezek öregek onnan lesték a lócáról. Ezért csak az öreg így, te, mama, te azt mondja, négy ma beszélgetnek. Hú, de megörültek öreg, mindjárt megígott vagy három pohárból. Én is meg innan csak nem lehet. Aztán már a másik héten, már a kerítésnél beszélgettek. A harmadik héten már puszi is volt, amely Rózsinak hívta a kaja. Már az is rullajtotta a csirketollát, már inkább olyan igazi tyukocska féle volt, meg a legénysebb volt már a mai. Aztán azt mondja, rossz neki, te, Rózsi, te, én megmondom neked az őszintét, nekem tetszöl, tetszöl. Rózsi, nekem is tetszöl, Zsolti, azt mondja. Tudod, ha már ennyire tetszünk egymásnak, akkor én elveszlek téged feleségül. De lány nem volt buta, nem jól beírt a gyikort. Jó, jó, azt mondja, gyere, mondd meg apámnak. Pista bátyám, én magának megmondom az igazat. Én nekem ez a Rózsi tetszik, annak ki hozzám feleségül. Hát az öreg sem volt balon, hát ma hogy ne adta volna. Hát egy kenyér pusztítóval mindjárt kevesebb otthon. Na megtartották a lakodalmat. De még a szamabban mielőtt belekezdenék, el ne felejtsen. Még akkor voltak rendes magyarok. Azt a Zsolti mondta neki, hogy te Rózsi, még mielőtt az a papelé oda mennénk, az én elmondom, azt mondja, hogy hát nekem van egy kis testi hiba. Testi hibád? Hát milyen testi hibád? Meg van két lábad, két kezed, szemed, mindenet. Nem, ott azt mondja, ott né. Ott né. Te jó Isten, csak nem leharapta a poca. Ajjaj, de hogy harapta, azt mondja. Több van. Több? Hogy több? Hát több. Hát te hogy? Ha három? Hogy a jó Isten? Én nem tudom, így születtem az úgy. Hát tudod, egyik olyan kisebb becskene, másik olyan nagyobb becskene, hát a harmadik az olyan rettenetesen. Hát a Rózsi az már ugye nem volt fiatalja, az csak annyit mondja, ne is törődj vele, Zsolti, majd megoldjuk. Tudod, majd először a kicsikét, azon túl leszünk, szülök egy gyereket, akkor gyűjt a nagyobb bacska. Ha meg megöregszünk, akkor gyűjt a rettenet. Na, hogy ebben megegyeztek, összecsapták a lakdítaljátok-e. Na, ott is szerencse volt, hogy ilyen borondák voltak, ne a házat, mert akkor még nem voltak ilyen betonházak. Sárdul volt, még ilyen téglából, tudjatok, törekes tégla. No. De az 80 centi volt a fal. Nem rúgtak szét, pedig azt igen erősen igyekeztek vele. El is mesél az elsőt. Hát ugye meg voltak egyedve, első volt a kicsi. Na, mikor elkezdődött a vonózás, na, amikor az aprózáson tartottak, már a Rózsinak csillogott a szeme. Akkor elvégeztek, puszi egyet, egyik balra feküdt, másik jobbra feküdt. De ez a Rózsi, ez hogy szutyan volt, azt mondja,
magával. Te jó Istenem! Ez ilyen jó volt. Milyen lehet a nagyobb? Zsolt, ha ne állj! Hallod itt? Ha vegyük már azt a másikot, már fenn ne essen a pofadban, már mit akarsz? Van még idő, legyen valami pajot, hova vegyek ma éjjel kettőkor az orvoshoz? Ne törődj vele, majd fajabb vagyok. Tudjátok, hogy működik. Ha nő akarja, majd mozdul, az bizony. Na, elkezdték a másikkal. Kezdték az aprózást. Ma, amikor a sürgőségi név voltak, mondott a Rózsi száját, jaj Istenem, jaj Istenem volt. Amikor az vége volt a aprózásnak, puszi egyet. Egyik balra, másik jobbra. De a Rózsi, a huncutja, de jó Istenem, ha más a másodra megteremtetti a szót. Hát ez nagyon jó volt. Ha milyen lehet akkor a harmadik? Zsolti, te, hallod-e? Mit akarsz ma megint? Nem hallod, azt mondja. Próbáljuk ma meg azt a harmadikkal. A fenn essen a pofadban, nem hallod, ma anyadik ott zörögnek a tejkacsóval. Nem én halljak, de ott halljak, majd visszafogom, összeszorítom a fogam. De hát tudjátok, hogy van ez. A jány akarja, ha működik. Ha működött. De mondta neki, te, ha valami bajod lesz, azt mondja, én úgy elverlek. Nem lesz baj. Na, elkezdték az aprózást, húzzak, toljak, egyszer csak a Rózsi, zsupsz, kiugrott alulá. Az anyád, jó úristeni, nem én mondtam neked, nem tudtam várni, elkérlek neked. Tehát azt mondja, lássa a Rózsit, azt mondja, de valamit keresgélne, vagy mit csinál ez, azt mondja, te, ha mit csinálsz te? Várjam, azt mondja, keresem a harisnyakötőmet. Ha majd milyen jó Istennek neked Arisnak kötő? Ha tudod, mit gondoltam, kössük össze a harmat, azt úgy próbáljuk. Itt a mese vége. Kedd a jégre, elcsúszt a jég. Köszönjük szépen, aztán most már táncoljunk is. Jó volt rá után, keresek valami zenét. Gyere, csinálom! Gyere, csinálom! Gyere, csinálom!